Két életfogytiglan tartó szabadságvesztésre ítélt rab lett öngyilkos a szegedi börtönben. Számtalan kérdést vet fel ez a dolog. Magyar György a vendégem, jó estét kívánok! Kérdés, csókolom, jó estét! Például azt, hogy én úgy láttam, legalábbis a filmekben, hogy a fogvatartottaktól különösen, hogyha ha tényleges életfogytiglanról beszélünk, amikor is kvázi nincs veszíteni valója annak az őrizetbe vett embernek, vagy fogvatartottnak, hogy akkor mindent elvesznek, ami a testi épségben kárt tehet, vagy amivel kárt tehet. Sőt, a berendezés is úgy van kialakítva. Itt most a Blikben legalábbis azt olvastam, hogy a saját ruhájukból készítettek kötelet. Na, de hát ez se tűnt fel senkinek, hogy hogy lehet ez? Hát szóval ennek az ügynek tényleg van két aspektusa, válasszuk ketté. Egyszer nézzük meg ezt, hogy van-e valami értelme a tényleges életfogytiglan kiszabásának ilyen körülmények között, ahogy ezt Magyarországon alkalmazzuk. A másik pedig az örök felelősségi kérdésköre. Melyikkel kezdjük? Tehát mindegy, és menjünk sorba, tehát nézzük, hogy történhetett, és mivel, és miért. Hogy maga a cselekmény miként történt, az a mi szempontunkból, hát szegényeknek, meg a hozzátartozóknak nem mindegy, de nekünk mindegy. Azt kell tudni, hogy az őröknek bizony van szoros felelősségük. Ez azt jelenti, hogy ezt egy belső vizsgálatnak fel kell tárnia. A belső vizsgálatból akármi lehet, az is lehet, hogy elkerülhetetlen volt, mert olyan ügyesen oldották meg ezt a dolgot ők magukba, hogy nem lehetett ezt megakadályozni. De ha mégis a vizsgálat azt derítené ki, hogy van valami mulasztás, akár a cella berendezésével összefüggésben, akár az ellenőrzés hiányosságával összefüggésben, akármi mással összefüggésben, akkor még nem zárható ki a büntetjogi felelősségre vonás sem, mert ez kötelességszegés szolgálatban című BTK paragrafusnak tud belemenni, amit esetleg büntetjogi felelősségnek lehet megállapítani. Azt tudom, hogy, vagy annyit tudok, hogy a tényleges életfogytiglanra ítélt emberek esetében lehetnek más szabályok az őrizet, a fogvatartás ideje alatt az őrzők szempontjából. Igen. Például, de ennek részleteit már nem tudom, hogy például rájuk, sűrűbben rájuk kell nézni, vagy pont, hogy nem, mert ő úgyis itt lesz legalább 40 évig. Na szóval pontosan ez adja a dolognak a lényegét, és akkor egy picit átmehetünk a másik oldalra is. Csak az első dimenzióban még azért hozzátenném azt, hogy ha lenne büntetőjogi felelősség, akkor ez bűncselekménnyel okozott kár is lehetne, és a hozzátartozók felléphetnek a büntetés végrehajtási intézettel szemben akár kártértési követeléssel is. Tehát ezt most tényleg hagyjuk, mert nem ez a főtétel. Az életfogytiglanosoknál is két esetkört kell megkülönböztetnünk. Az egyik az életfogytiglan, amikor a bíróság eleve meghatározza, hogy mi az az első minimál idő, ami után vizsgálni kell az életfogytiglanosnak a feltételes szabadlásba bocsátásának lehetőségét. És a másik, amiről itt szó van, ezt úgy hívjuk, hogy TÉSZ. Tényleges életfogytiglan. Nincs felülvizsgálat. Nincs felülvizsgálat. Na most itt van a probléma. Ez megjárt a Strasbourgot. Igen. 2014-ben már született egy ítélet, ami megállapította, hogy ez a magyarországi TÉSZ szabály jogszabályellenes, egyezménysértő, és mindenféleképpen változtatni kell rajta. Ez az a bizonyos 25 év, tehát legalább 25 javasol, év, utána 5-5-5. Strasbourg ezt javasolta, hogy ezt a kilátástalanságot, amit ön is helyesen megint felidézett, ezt a perspektíva nélküli életet meg kell tudni törni legalább egy halvány fénysugárral, egy lehetőséggel, hogy ne legyen teljesen megadó az ott tartózkodó, és ne gondolja azt, hogy ő neki már úgysem lehet ennél a helyzetnél rosszabb, kezelhetetlenné válik bent a BV-ben is. Tehát ezért aztán az iránymutatás arra vonatkozott, hogy tessék szíves lenni ezt 25 év után felügyelni és állandóan felülvizsgálni. Mit csinált a magyar jogalkotó? Megváltoztatta 2015-ben a büntetésvégrehajtási törvényt, és azt írta bele, hogy 40 év. És akkor sem egy felülvizsgálat, hanem akkor tessék kérem fordulni a köztársasági elnökhöz, és tessék kérni kegyelmet. És most történt 2016-ban az a második Strasbourg elmarasztalás, amely azt mondta, ez nem megy, ez nem megoldás.
ettől még ez ugyanolyan kilátástalan marad, ugyanolyan perspektívátlan marad, hiszen a köztársasági elnök nem köteles a döntését megindokolni, és nem derül ki, hogy milyen motivációs döntést hozott. Ebből aztán az következik, hogy az elítélt sem tudja, hogy mi az a magatartás, amit elvárnak tőle, amely reményt adhasson esetleg a szabadulásra. Itt nem arról van szó, hogy az igazi súlyos bűncselekményt elkövetőket, mert ezek nagyon súlyos bűncselekmények, mindegyik emberölés minősített esete, emberkereskedelem, emberrablás, bűnszervezet, tehát tényleg a legsúlyosabb, és nagy valószínűséggel tényleg olyan büntetést kell kiszabni, hogy életfogytiglanban maradhasson. Ez nem azt jelenti, hogy a társadalomra ki kell őket engedni, lehetőséget kell teremteni, arra mondja a strasbourgi a kezelhetősége, vagy a rab kezelhetősége pontos, miatt. Pontosan ezért, mert hát nincs vesztenivalója. Ezt a 2016-os újabb strasbourgi ítéletet, ezt akkor még... Ez két sátoralja újhelyi. Igen, de ezek szerint még nem hajtottuk végre, tehát nem változtattunk úgy a szabályokat. Mi azt gondoltuk, hogy az első strasbourgit ezzel a BV jogszabályváltoztatással mi megoldottuk. Hát nem oldottuk meg. Na de erre aki még akkor nem reagálta. 15-20 évet bent lévő emberek bármikor elindulhatnak Strasbourgba, igen jelentős kártétés igényt érvényesíteni. Megvan rá minden lehetőségük, mert a magyar jogalkotó ezt ilyen megkerülős formációban hozta létre, meg akarta itt is mutatni a magyar jogalkotó, hogy az lesz, amit mi akarunk, ezt már láttuk máshol is, úgy lesz, ahogy mi döntünk, nekünk ebbe senki ne szóljon bele. Tehát akkor értsük. Tehát szó nincs arról, hogy akár Strasbourgban, akár a ügyvédek, jogászok társadalmában az a nézet uralkodott volna el, hogy hát jó van, 4 embert megölt, 6-8-at kivégzett, de azért adjuk meg neki a lehetőséget, hogy szabadulhasson egy 10-20 akárhány évvel. Nem erről van szó. Nem erről. Arról van szó, hogy ezek iszonyú súlyos bűncselekmények, és hogyha a bíró úgy mérlegelt, hogy bizony ennek az embernek nincs helye a társadalomban. Ki kell rekeszteni. Ki kell rekeszteni a társadalomban. Igen. Akkor a bíró úgy döntött, és alapos oka, okunk van nekünk feltételezni, hogy neki is alapos oka volt erre. Mert ő a perbíró, és ő látja az eset körülményét. Ettől függetlenül az az ember, aki ott van, vagy megpróbál öngyilkos lenni, vagy iszonyatosan kezelhetetlen, igen. És mindenki, aki körbeveszi a következő évtizedekben, és vigyáznia kell rá, és eltartani, és nem tudom, azok gyakorlatilag hát az energiájukat őrli fel, mert hogy ezeket nem lehet mit kezdeni így a reménytelen van. Emberekkel. Így van, ezért tehát neki kellene azt mondani, hogy 25 év múlva vizsgálják fölül, hogy ő megbánta, megjavult, nem tudom, a viselkedés kategóriáját vizsgálni kell, és azt, hogy visszaengedhető a társadalom. Nem vissza kell engedni, neki kell egy reménysugár. Na de azért benne van a lehetőség, hogy 25 év múlva valaki azt mondja, hogy ez az ember megjavult. És most ez két különböző nézet, valaki vagy hisz benne, valaki nem. Hogy aki mondjuk 4-5 ember életét képes volt kioltani, arról az emberről feltételezzük-e azt, hogy megjavult. Itt van egy fontos diskuszió. Nem arról van szó, hogy egy darab BV bírónak ezt el kéne tudnia dönteni, mert nem képes rá. Tessék egy tárgyszerű bizonyítási eljárást lefolytatni, és tessék szívesen egy szakmai vagy társadalmi bizottságot erre létrehozni. Abba legyen pszichológus, abba legyen szociológus, abba legyen ügyész, abba legyen BV bíró, abba legyen pedagógus. Tehát akik együtt, bölcs tanáccsal el tudják mérlegelni, hogy ez az ember most visszavezethető-e, vagy pedig marad még 4-5 évet, és aztán újra megvizsgáljuk. Mert ha nem adom meg neki ezt a lehetőséget, kezelhetetlen. Kíváncsi vagyok, aztán lehet, hogy pont a hivatásánál fogva nem fogja elárulni, ha igen, akkor viszont tényleg kíváncsi vagyok, hogy vélekedik erről. Ön hisz abban, hogy az ilyen iszonyat borzalmas bűncselekmények elkövetői meg tudnak javulni? Kevéssé hiszek én magam is ebben. Tehát nem erről van szó. Arról van szó, hogy mi én a büntetés végrehajtás célja. Én értem, miről van szó, csak kíváncsi, hogy akár a tapasztalat, sőt, a tapasztalat. Szívesen elmondom a magánvéleményemet, ezek tényleg nagyon súlyos ügyek. És a bírókra tényleg rá lehet bízni azt, hogy miért hoznak ilyen súlyos döntést. De a tényleges életfogytiglan jelenlegi magyarországi használata kínzás kategóriába esik. És ezt nem szabad megengedni egy jogállamban, és ott, ahol humánum létezik. És ezért kell ezen tisztességgel változtatni. Mondok egy egész idegen példát. Az Egyesült Államokban néhány államban még van halálbüntetés. El is ítélik őket, halálra ítélik őket. És tessék elképzelni, nem hajtják végre. Ott maradnak a síralomházban nagyon sokáig, és nem tudják, hogy mikor jönnek értük, mikor fogják ezt végrehajtani. Ennek van visszatartó ereje. Ugyanis a büntetések célja a visszatartás. Tehát egyszer
meg kell előzni a további bűncselekmények elkövetését, ugye? És valamiféle olyan prevenciót kell alkalmazni, ami védi a társadalmat. És ez mennyivel humánusabb eljárás, hogy téged ki fogunk végezni, így döntött a bíró, de nem mondjuk meg mikor. Hát ez az élet, hogy Tillannak a súlyos veszélyeztetettsége, és mégsem veszem el az életét. De a fenyegetettséget meghagyom, mert nekem üzennem kell a társadalom minden tagjának, hogy ne öld meg az embertársadat, mert egy életen át benn maradsz, és sose kerülsz ki. Na ez de azóta nem lesz kezelhetetlen? Tehát ott senki nem szólítja fel ezeket az államokat, hogy ez egy kezelhetetlen ember, aki ott van, és ráadásul nem csak azt tudja, hogy örökre itt van, hanem bármikor jöhetnek, és akkor végrehajtják a halálbüntetést. Szóval ez egy másik világ, és más jogalkalmazás. Erre mondottam én azt, hogy itthon, ahol nincs halálbüntetés, csak ez az életfogytiglan szabható ki, sokkal humánusabb azt mondani, hogy 25-30-35 év múlva felül lehet vizsgálni a feltételes szabad elbocsátás lehetőségét, sokkal inkább ezt, mint azt mondani, hogy innen soha nem kerülsz ki. Mert ha azt mondom, hogy soha nem kerülsz ki, akkor ez az ember kezelhetetlenné válik, és eljutottunk a beszélgetésünk apropójához, akár életét veszi saját magának. Életét veszi. És ez azt hiszem a büntetés végrehajtás alapcéljaival teljesen ellentétes, mert mire van a büntetés végrehajtás kitalálva? Megőrizni a rabot, ugye, arra a célra, hogy a büntetés szenvedje el. Egy teljesen más téma, és mindjárt Szent Ivány István lesz a vendégem ebben a másik témában. Diplomáciai és politikai szempontból fogom őt majd a témáról kérdezni, de a jogi véleményét az ugyanarról a témáról hadd kérjem ki. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma tiltakozott ma nálunk első fokon 10 év fegyházra ítélt szír fiatalember ügyében, akiről annyit tudunk, hogy megafonba beszélt Röszkénél, amikor a összecsapás történt és a balhé volt a 2015 ősz elején, nyár végén. Tehát megafonba beszélt, rázta a kordont, háromszor dobott valamit a rendőrsorfal felé, arról nem szólt a vád, hogy el is talált volna valakit, és az elsők között lépett Magyarország területére illegálisan. Ő kapott 10 év fegyházat első fokon. Ez egyébként terrorista cselekmény a BTK szerint, nyilván ha a bíró ezt mondta. A terrorcselekmény büntetési tétele 10 évnél kezdődik. Tehát ha innen veszük, akkor ő az alapminimumot kapta, ha 10 évet veszünk. A jogi véleményem, ha már ezt tetszik kérdezni, nem azonos ember a bírói véleménnyel és az ügyészi állásponttal. Ez a cselekmény szerintem nem valósítja meg a terrorcselekmény törvényi tényállását. Lehet belőle bármilyen más törvényi magatartást kitalálni, akár garázdaságot, akármi mást, hivatalos személlyel szembeni fellépéssel kapcsolatos szankcionálást, de hogy itt a jogi minősítésre van a baj, és a jogi minősítésből fakad ez a büntetési tétel. Ám de! Semmi köze ehhez a politikának, semmi köze ehhez kültagoknak, a társam tiltakozhat amennyit csak akar, a jognak száraznak kell maradnia, és a jogesetet kell vizsgálnia. Nem szerencsés, ha itt üzennek egymásnak államok, és nem szerencsés, ha politikusok ebbe beavatkoznak. Az igazságszolgáltatás intakt, és nem tűrhető el, hogy az elvárásoknak megfelelően szülessen döntés. Utolsó megjegyzésem, ez egy elsőfokú döntés. Bízzunk abban, hogy a másodfokú eljárás az igazságszolgáltatás önkörakciója folytán esetleg ezt a törvényi tényállás megvalósulhatatlanságát megállapíthatja, és lehet, hogy egy másik cselekményben fogják őt elmarasztalni, amelynek a büntetési tétele jóval alacsonyabb. De akkor jól értettem, az sem szerencsés, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma Magyarországot óvainti az ilyen és ehhez hasonló esetektől, illetve a felülvizsgálatát kéri ennek az esetnek. Tehát ez sem szerencsés. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyszakban nem szabad senkinek beleavatkozni az igazságszolgáltatás menetrendjébe. Ott vannak a jogorvoslati lehetőségek, fellebbezésre kerül majd valószínűleg sor. Utána lehetnek még rendkívüli jogorvoslatok is. Törvényesség érdekében a legfőbb ügyész is felléphet. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ítélet precedens és üzenetértékű, mint ahogy minden ítélet az. Ezért nagyon kell vigyázni, hogy a közösség milyen következtetéseket von ebből le, de jogszakmai értelemben intakt, és nem lehet beleavatkozni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.